Ez a mi galaxisunk, a Tejútrendszer. Háborítatlannak tűnik, de a felszín alatt valami rendkívüli történik. Az egyik hatalmas csillaga éppen haldoklik. Az élete a kozmosz egyik legerőteljesebb eseményével ér véget. Egy szupernova robbanással, amely túlragyogja a galaxisa összes többi csillagát együttvéve. Az égitest meghalt, de a helyén létrejött valami egészen furcsa. Megszületett egy fekete lyuk. Ahhoz, hogy megértsük, mi az a fekete lyuk és hogyan jön létre, előbb nagy vonalakban meg kell értenünk egy csillag életciklusát. Csillag akkor keletkezik, amikor nagy mennyiségű gáz, többnyire hidrogén, a saját tömegvonzásának hatására összeroskad. A hidrogén atom magja egyetlen protonból áll. Amikor az atommagok közel kerülnek egymáshoz, a pozitív töltésük eltaszítja őket egymástól, egyenesen neki egy másik atommagnak. Az összehúzódó gázfelhőben az atomok egyre gyakrabban és egyre nagyobb sebességgel ütköznek egymásnak, vagyis súrlódnak, ezért a gázfelhő felmelegszik. Amint a gáz hőmérséklete meghaladja a 100 millió Celsius fokot, a hidrogénatomok összetapadnak. Ez a magfúzió, amely során a hidrogénatomok a tömegük egy részét óriási mennyiségű energia formájában leadják. Így hidrogénből hélium jön létre. A fúzióból származó energia az anyagot kifelé taszítja, míg a saját gravitációja összenyomja. A zsugorodás akkor áll le, amikor a befelé és kifelé ható erők kiegyenlítik egymást. Ebben a pillanatban egy új csillag született, de a napjai meg vannak számlálva, mivel a fúzió során folyamatosan energiát veszít, amelyet a világűrbe sugároz. Egy csillag élete és a pusztulásának módja szinte teljes mértékben az őt formáló anyag mennyiségétől, vagyis a tömegétől függ. A kisebb tömeg gyengébb gravitációt eredményez. Ez alacsonyabb befelé ható nyomáshoz, alacsonyabb hőmérséklethez és ezért kevésbé heves fúzióhoz vezet. Vagyis a kis tömegű csillagok sok milliárd éven keresztül képesek életben maradni. Ilyen például a mi napunk is, aminek nagyjából 5 milliárd év múlva fogy el a hidrogénje. Teljesen más a helyzet a sokkal nagyobb tömegű csillagok esetében. Ezeknek az óriás csillagoknak a tömegükből adódóan hatalmas gravitációjuk van, ezért a magjukban rendkívül heves fúzió zajlik. Mindössze pár százmillió év alatt teljesen felélik a hidrogénjük nagy részét. Ahogy a hidrogén elfogy, a csillag magja zsugorodni kezd. Ennek következtében az anyag forróbbá válik. Az így felszabaduló, kifelé irányuló energia távolabb löki a csillag külső rétegeit. A csillag összehúzódó magját alkotó immár hélium olyan forróvá válik, hogy tovább fúzionál, és egy nehezebb elemmé, szénné alakul. Ezekben a magreakciókban azonban nem keletkezik elegendő energia ahhoz, hogy fennmaradjon a kifelé ható termikus nyomás és a befelé ható gravitáció egyensúlyi állapota. Minden réteg tovább zsugorodik és növeli a mag hőmérsékletét. Magasabb nyomáson pedig egyre nehezebb és nehezebb elemek jönnek létre. A szénből oxigén, majd neon, magnézium, szilícium és végül vas keletkezik. A vas nem képes tovább fúzionálni a csillag belsejében, vagyis nem termel több kifelé ható energiát. Ebben a pillanatban a gravitáció győz. A csillag a másodperc tört része alatt önmagába roskad. A külső rétegei közel fénysebességgel pattannak le a belső magról, amely az univerzum egyik legerőteljesebb jelenségét eredményezi. Ez a szupernova robbanás. Ennek a lélegzetelállító eseménynek elég energiája van ahhoz, hogy létrehozzon bármilyen, a vasnál nehezebb elemet. Nikkel, réz, cink, ezüst, arany és más anyagok repülnek szerte a világűrbe, hogy fényéveken átutazva, évmilliárdokkal később más csillagködőkhöz csatlakozva a csillagok és bolygók új generációját hozzák létre. De hová tűnt a csillag nagyobb része? Ahol lennie kéne, ott most nincs más, csak egy lyuk a téridőben. Egy fekete lyuk.
Tudjuk, hogy a gravitáció nem egy hagyományos értelemben vett erő, hanem a téridőnek azon része, amelyet a tömeggel rendelkező objektumok meggörbítenek. Minél nagyobb a tömeg, annál nagyobb a téridő görbülete, vagyis annál erősebb a gravitáció. Ha a Földön egy ágyúból függőlegesen felfelé kilövünk egy ágyúgolyót, akkor az emelkedési sebessége a gravitáció hatására folyamatosan csökken, míg végül megáll és folyamatos gyorsulással visszahullik a Földre. Ezt másképpen úgy képzelhetjük el, mint egy labdát, amelyet megpróbálunk felgurítani egy meredek emelkedőn. Ha a labdát nem lökjük meg elég erősen, akkor nem éri el az emelkedő tetejét és visszagurul. Viszont ha elég erősen lökjük meg, akkor a labda felkapaszkodik a lejtőn. Más szóval, ha az ágyúgolyó felfelé irányuló kezdősebessége nagyobb a szökési sebességnek nevezett kritikus értéknél, akkor a lövedék elhagyja a Föld gravitációs vonzását. Ezért nem igaz a mondás, hogy ami egyszer felment, az le is esik. Csak akkor esik le, ha a sebessége kisebb a szökési sebességnél. A Föld esetében a szökési sebesség 11,2 km/másodperc. A sokkal nagyobb tömegű Nap esetében viszont ez az érték már 618 km/másodpercenként. Mindkét érték messze elmarad a fény 300.000 km/másodperces sebességéhez képest, ezért a fénynek nem okoz problémát kijutni a Föld vagy a Nap gravitációs vonzásából. De ha egy megfelelően nagy tömegű csillag elegendően kicsi térrészre zsugorodik össze, akkor a csillag körül olyan nagy mértékben görbül meg a téridő, hogy azon egy ponton túl már a fény sem tud felkapaszkodni. Ez a határvonal jelöli ki az eseményhorizontnak nevezett felületet, amelyen ha valami átesik, soha többé nem juthat ki. Ahhoz, hogy valami kiusson a lyukból, nem csak gyorsabban kéne haladnia a fénynél, hanem időben visszafelé kéne haladnia, mivel a fekete lyukakban a téridő befelé örvénylik a lyuk közepe felé. Vagyis az idő iránya a lyuk közepe felé mutat, más szóval a jövő befelé van. Mivel a fekete lyukak nem bocsátanak ki saját fényt, és nem ismerik vissza más csillagok fényét, ezért csak a környezetükre gyakorolt hatásuk okán tudunk a létezésükről. Néha úgy tűnik, mintha a csillagok látszólag a semmi körül keringenének hihetetlen sebességgel, de valójában egy fekete lyuk körül keringenek. A fekete lyuk körül meggörbült téridő elhajlítja a fényt, ezért torzul a csillagok képe. Ezt a torzítást nevezzük gravitációs lencsézésnek, mert nagyon hasonló ahhoz, ahogy egy optikai lencse torzítja a képet. Ha a fekete lyuk nem forog, a mögötte található csillagokból a fénysugarak a legrövidebb úton érnek el hozzánk. De mivel keresztül haladnak a lyuk görbült terén, ezért a pályák elhajlanak. Az egyik elhajlított fénysugár a fekete lyuk bal, míg a másik fénysugár a lyuk jobb oldaláról érkezik a kamerába, ahol mindegyik előállítja a csillag egy-egy képét. A forgó fekete lyukak azonban magukkal ragadják a téridőt, és nem csak meggörbítik, hanem meg is csavarják. A görbületen keresztül haladó fénysugarak némelyike az eseményhorizont fölé, míg mások alá kerülnek. De a mozgásuk túlságosan bonyolult ahhoz, hogy részletesen foglalkozzunk velük. Amikor egy csillag magába roskad, az általában nem egyenletesen történik. A fekete lyuk kap egy lökést, aminek következtében elindul és bolyongani kezd a világűrben. Gyakran előfordul, hogy egy kettős csillag valamelyike fekete lyukká alakul. Bármi legyen is az oka, ha egy csillag túl közel kerül egy fekete lyukhoz, annak árapályereje elkezdi megnyújtani és maga köré csavarja. Nem sokára a csillag anyagának legnagyobb része a fekete lyuk körüli pályára áll, ahol elkezdi létrehozni a tömegbefogási vagy akréciós korongot. A lyuk körül keringő anyag a súrlódás hatására 10 billió fokosra hevül. Annyi energiát és fényt szabadít fel, amely 100-szor fényesebben ragyog, mint az egész galaxis. A gigantikus fekete lyuk forgása örvénylő mozgásra készteti a teret, amely feltekeri az akréciós korong által keltett mágneses mezőt, és közel fénysebességgel lövi ki a forró, ionizált gázt. Ezek a kilövellések hihetetlenül nagy energiájúak. Mivel a fekete lyuk képes több ezer naptömegnyi anyagot is beszívni egyetlen év alatt, ezek a gigantikus dinamók sok százmillió éven át aktívak maradhatnak. Miután elfogyasztottak mindent a közelükben, elég messziről nézve sokkal kevésbé tűnnek veszélyesnek, de végzetes hiba lenne őket megközelíteni.
Ha mégis belebotlunk egy fekete lyukba és talppal előre zuhanni kezdünk felé, a ránk ható gravitációs erő óriási mértékben megnő. A zuhanás közben a lyuk gravitációja erősebben hat a lábunkra, mint a távolabb lévő fejünkre, ezért a lábaink nagyobb tempóval gyorsulnak. A fejünkre és a lábunkra ható gravitáció közti különbség, vagyis az árapály erő, a lyuk közepéhez közeledve meredeken emelkedik. A testünk egyben marad, amíg az árapály erő nem haladja meg a testünket összetartó erőt. Amint meghaladja, a testünk derékban ketté szakad. Ahogy tovább zuhanunk, a darabjaink tovább feleződnek. Miután szerves molekulákra hullottunk, a molekuláink is elkezdik érezni az árapály erőt, és azok is szétszakadnak. Végül az atomjaink is elemi részecskékké bomlanak, és mivel minden részünk ugyan a felé a pont felé, a fekete lyuk közepe felé tart, egyetlen hosszú részecske fonállá változunk. Ez történik a mi szemszögünkből, de ha valaki a távolból figyelne bennünket, mindössze annyit látna, hogy a lyuk felé haladva folyamatosan lassulunk, majd az eseményhorizonton megállunk, mintha megfagytunk volna az időben. Kívülről nézve pontosan ez történik. A lyuk felé haladva az idő folyamatosan lassul egy külső szemlélőhöz képest, az eseményhorizonton pedig teljesen megáll. Az időben megfagyott képünk egyre vörösebbé válna, majd elhalványodna és eltűnne. Ha egy űrhajóval közvetlenül az eseményhorizont peremén keringenénk, a saját óránk szerint mindössze néhány perc telne el, miközben az univerzum más területein több millió év. Az idődilatációról korábban készítettem egy teljes videót. De nem minden fekete lyuk tépi darabokra a beleeső csillagokat, vagy spagettizálna bennünket, mielőtt átlépnénk az eseményhorizontot. Csak a kicsik. Ez azért van, mert a kisebb fekete lyukak eseményhorizontja közelebb van a középpontjukhoz, ezért erősebb árapály erejük van. A kis fekete lyukak mindössze néhány nap tömegűek, de vannak náluk sokkal nagyobbak. A galaxisunk közepén található szupermasszív fekete lyuk több mint 4 millió nap tömegű, és szinte biztos, hogy minden galaxis középpontjában van egy gigantikus fekete lyuk. Habár hatalmas, mégis eltörpül a többi mellett. A hozzánk legközelebb található galaxis, az Androméda közepén például, egy 25-ször akkora fekete lyuk van, mint a tejútrendszer közepén. Ezek mégis jelentéktelennek tűnnek az eddig felfedezett legnagyobbak mellett. Tőlünk több mint 10 milliárd fényévre van egy fekete lyuk, amely 66 milliárd nap tömegű, és 11-szer beleférne az egész naprendszerünk egymás mellé téve. De még ennél is nagyobb az eddig felfedezett legnagyobb fekete lyuk, a Phoenix A, amely 100 milliárd nap tömegű, és több ezer évünkbe kerülne, csak hogy egyszer körbeutazzuk. Viszont ezek a furcsa képződmények sokkal fontosabbak, mint első ránézésre tűnnek. Ha a fekete lyuk valamit felfal, annak az információja soha nem juthat ki belőle. Ezzel nem lenne olyan nagy baj akkor, ha a fekete lyukak örök életűek lennének, mert akkor letudhatnánk a dolgot annyival, hogy az információ megvan az eseményhorizonton belül, csak mi nem látjuk. Ezt a valaholt általában egy szingularitásnak nevezett, végtelen sűrűségű és nulla kiterjedésű pontként szokták jellemezni, ami a fekete lyuk közepe. A szingularitás jól hangzik, de semmi értelme. Mindössze annyit jelent, hogy a belsejükben nem működik a rájuk alkalmazott matematikai modell. Egyetlen fizikus sem gondolja komolyan, hogy a fekete lyukakban valódi szingularitás jönne létre. Sokkal jobb elképzelés a forgó fekete lyukak esetében, hogy a szingularitást a ráható extrém erők egy gyűrűszerű alakzattá nyújtják. De valójában nem is ez a probléma. A gond az, hogy a fekete lyukak nem örök életűek. Tudjuk, hogy a vákum nem teljesen üres, mert folyamatosan virtuális részecskepárok bukkannak fel, távolodnak el egymástól, majd amikor újra találkoznak, az ellentétes energiájuknál fogva kioltják egymást. Ha ezek a részecskék egy fekete lyuk eseményhorizontjának közvetlen közelében tűnnek fel, előfordulhat, hogy az egyikük beleesik a lyukba, míg a másik szabadon távozik. A lyukba eső részecskének negatív energiája van, ezért olyan, mintha a fekete lyuk negatív kalóriát fogyasztana. Vagyis részecskéről részecskére fogy a tömege, míg végül, felfoghatatlanul hosszú idő után a fekete lyuk teljesen elpárolog, vagy egy hatalmas robbanással végleg megszűnik. De ha a fekete lyuk megszűnik létezni, akkor a korábban beleesett információ is megszűnik.
Ez olyan lenne, mintha az információt teljesen kitörölték volna az univerzumból, márpedig ez ellentmond a fizika törvényeinek. Képzeljük el, hogy egy könyv minden részecskéjét valahogy nyomon tudjuk követni. A könyvet meggyújtjuk, majd miután az utolsó lapja is elégett, összegyűjtjük a molekuláit és a sugárzást, amivé szétesett, és az utolsó atomig újjáépítjük a könyvet. Ez gondolatban azért lehetséges, mert a könyvet alkotó információ nem veszett el, csak alakot váltott. Azonban a fekete lyukak halála után a bekebelezett információ elveszni látszik. Ez az úgynevezett információs paradoxon, amelynek hangzatos neve van, de ez csak annyit jelent, hogy még nem tudunk eleget a téridő ezen extrém területeiről. Vannak elképzeléseink a megoldáshoz, de ezen a ponton átlépünk a kvantumgravitáció, a kétdimenziós hologramok, a féregjáratok és a multiverzum elméleti világába. Mivel a szingularitás felé tartó, összeomló fekete lyuk belsejében lezajló események fizikája, pontosan az időbeli megfordítása a szingularitásból kifelé táguló ősrobbanás fizikájának, a fekete lyukak megértése lehet a kulcs az univerzum létrejöttének megértéséhez. Ha rájövünk, hogy pontosan mi zajlik a fekete lyukak belsejében, az új távlatokat nyithat a fizikában. De fel kell készülnünk arra is, hogy ez a tudás talán örökre rejtve marad előttünk.